Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnafej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Ösztöndíjprogram Szekszárdon, két lehetőség is vár a fiatalokra. Akár végzetes is lehet, a mozgás veszélyeire hívták fel a figyelmet Várdombon. Szüreti Fesztivál Tamásiban, őszi díszbe öltöztették a várost. Ösztöndíjpályázatokkal segítik a diákokat és a felsőoktatási hallgatókat Szekszárdon. A megyei jogú városban két lehetőséget is igénybe vehetnek a fiatalok. Indul támogatás általános iskolásoknak és főiskolásoknak, valamint egyetemistáknak is. A Bursa Hungarika nevű ösztöndíjprogramot a felsőoktatásban tanulók vehetik igénybe. Szekszárdon tavaly közel 90-en éltek a lehetőséggel. A havonta utalt pénz egy jelentős részét az önkormányzat biztosítja, még egy másik hányadát az állam. A hallgatók rászorultsági alaptól függően kapják meg a különböző nagyságrendű összegeket. Az elbíráláskor a szakemberek azt nézik, hogy a diák családjában mennyi az egyfőre jutó havi jövedelem. Idén október 1-ig lehet benyújtani a jelentkezéseket. 6 millió forintos összeget különít el erre az önkormányzat a költségvetésből. A közgyűlésen felvetődött, hogy esetleg, ha netalántán olyan lehetőségek vannak, hogyha ezt az összeget tudjuk emelni, akkor minden további nélkül emelni kellene, amivel én is személy szerint maximálisan egyetértek. Egy másik a Tanulj, hogy boldogulj nevű pályázatot általános iskolásoknak írták ki. Ezt a megyei jogú városban pénzváltót működtető cég finanszírozza, de az elbírálásokban az önkormányzat munkatársai is részt vesznek. Ennek az a jelentősége, és ez ebbe az újszerű és jó dolog, hogy kérem, egy szekszárdi cég támogatja ezt a pályázati kiírást, és itt 10.000 forint per hó összegben, és negyed évet utólag fizetnek azoknak, akik érdemesek és elnyerik ezt a pályázatot. Hát itt is a beadási határidő, ha jól emlékszem, szeptember 24-e, és az Önkormányzat Oktatási Bizottsága, a Ciklámentúrsz fog ebbe a dologba dönteni és folyósítani a díjat ezeknek az erre érdemes diákoknak. A Tanulj, hogy boldogulj nevű ösztöndíj pályázatra 5-től 8. osztályig jelentkezhetnek a diákok. 246 új megbetegedést igazoltak hétfőn idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 815.851 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 4 beteg, így az áldozatok száma 30.102 főre emelkedett. Oltást eddig már 5.844.000-en kaptak. Tolna megyében egy új fertőzöttet regisztráltak a hét első napján, így a járvány kezdete óta összesen 17.877-en kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Útlezárásokra és forgalmi rendváltozásokra kell számítani a Tolnai megyeszékhely belvárosában a csütörtökön kezdődő Szekszárdi őszi fesztivál miatt. A teljes Béla Király teret, valamint a környékén található parkolókat már kedden elzárták a forgalom elől, egészen a Bezerédi utca közepéig. Kerülni a Mérei Mihály vagy a Szent László utcák felé lehet. A lezárások jövő hét hétfőig lesznek érvényben. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, Paks térségében kedden kora délután. A balesethez a paksi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik megkezdték a műszaki mentési munkálatokat, tájékoztatotta a katasztrófavédelem. A balesetet az okozta, hogy az M6-os gyapai lehajtója közelében a gépkocsi sofőrje eddig ismeretlen okból berántotta a kéziféket, ennek hatására autója megbördült és a szalagkorlátnak csapódott. Személyi sérülés nem történt, útlezárás nincs, de a forgalom rendőri irányítás mellett halad. Az autókat az erre a célra odaállított terelőjármű irányítja le az autópályáról. A mustgázmérgezés veszélyeire hívta fel a figyelmet a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Minden szakértő úgy nyilatkozott, legfontosabb a megelőzés, és bár évről évre csökken a balesetek száma, erre minden évben felhívják a figyelmet. Tavaly egy mustgázmérgezés történt Tolna megye területén, és az tragédiával végződött. Nyugtáztam a három fő légzősérem mellett,
A szüreti időszak halálos veszélyére hívta fel a figyelmet a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság azzal a bemutatóval, amit néhány napja tartottak Várdombon. A szervezet megyei igazgatója úgy nyilatkozott, leginkább a kistermelőket fenyegeti a mustgázmérgezés kockázata. Ennek az alattomos gáznak egyébként, ugye, amely a szőlőnek az erjedésekor a cukorból válik ki, ugye egyrészt az etilalkohol, másrésztről pedig ugye a széndioxid, amit mustgáznak nevezünk, ez gyakorlatilag olyan gyorsan hat az emberi szervezetre, hogy ha egyedül vagyunk lent egy pincében, és tényleg telítődött a levegő, az oxigént ez az anyag kiszorítja a levegőből, észre sem vesszük azt, és nem tudunk menekülni, nem tudunk segítséget hívni. A bemutatón részt vett Hirtné Illés Katalin, a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke is, aki arról beszélt, fontos a gyors reagálás, ezért meghatározó szerepet töltenek be az adott város önkéntesei is. Az önkéntes tűzoltó egyesületeknek van a leges-leges legnagyobb helyismerete a településen, hiszen helyben lévő emberekről beszélgetünk, azokról, akik helyben, a településen laknak, élnek, és pontosan jól ismerik a terepviszonyokat és a helyszíneket. Kisnagy Gyula, a szekszárdi mentőállomás vezetője kiemelte, nagyon fontos, hogy ha már megtörtént a környezetünkben a baj, akkor senki ne akarjon hős lenni, inkább hívja a 112-t. Önmagunkat soha ne veszélyeztessük. Nem leszünk képesek kimenteni légzésvédelmi eszközök, vagy bármi nélkül a bajba jutottad. Így csak több bajba jutott lenne. Ebből kifolyólag legfontosabb dolog az, hogy a tájékozódás után segítséget hívunk, és a segítséget kikalauzoljuk a helyszínre, és megmutatjuk, hogy hol is van a baj. A férfi 29 év mentős tapasztalattal a háta mögött azt mondja, az ilyen esetek közel 75%-a tragédiával végződik. Bősz Adrián, a szekszárdi Borvidék hegyközségi tanácsának elnöke szerint a legjobb megoldás a megelőzés. Folyamatos szellőztetést kell biztosítani az erjesztő helységekben, és csak a megfelelő óvintézkedés mellett szabad oda bemenni. Testre szerelhető, gyakorlatilag mint egy mobiltelefon nagyságú széndioxid jelző készüléket ajánlanak, ütésálló, vízálló, tehát gyakorlatilag kollégákat pincészetekbe fel lehet ezzel szerelni. De a régi gyertyás módszer is segíti a mérgezés megelőzését, tette hozzá a borász. A statisztikák szerint az elmúlt 5 esztendőben 4 mustgázmérgezés történt Tolna megyében, amiből egy volt halálos kimenetelű. A szakértők azt mondják, bár csökkenő tendenciát mutat a mustgázmérgezések száma, fontos, hogy minden évben felhívják az emberek figyelmét a veszélyre. Szüreti fesztivált tartottak Tamásiban, aminek már igazi hagyománya van a településen. A kétnapos rendezvényre igazi őszi díszbe öltöztették a Túrmezei Erzsébet teret, ahol a színpadon kulturális műsorok hosszú sora várt a látogatókra. Már 5 éve, hogy kapcsolódik a rendezvényhez egy szüreti futás is, amelynek során a sötétben róják a köröket a nevezők, míg a téren jó hangulatban folyik például a borok kóstolgatása. A nagyhagyományú rendezvényre a szervezők a programokat úgy válogatták össze, hogy minden korosztály találjon kedvére valót, mondta város polgármestere Borga Ferenc. Addig élnek a hagyományaink, amíg ápoljuk őket, és ez a rendezvény erre kitűnő alkalom. Tamásinak számos testvérvárosi kapcsolata van, köztük Szupi Lászvárosával is, akik jelenlétükkel színesítették a programokat. Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője is meglátogatta a szüreti mulatságot. Hangsúlyozta, mennyire fontos a települések és azok értékeinek bemutatása egy-egy hasonló rendezvényen, melyre nyártól ismét lehetőség volt. A szület évszázados hagyomány, melyhez a kemény munka mellett a finom falatok, jó borok, a felvonulás, a zene és a mulatság is szorosan hozzátartozik. Ezek természetesen nem hiányoztak Tamásiból sem. A születi felvonulás különlegessége a városban, hogy a népviseletbe öltöző felvonulókhoz csatlakoznak az itt működő civil szervezetek is, akik egy-egy megállónál kis ízelítővel szolgáltak a közönségnek. A Tolnai Borút gondoskodott arról, hogy a közönségnek lehetősége legyen, ha ugyan nem is az idei szület eredményét, de az előző évek borait kóstolgatni. Ahogy Cseng Tamás elnöktől megtudtuk, 46 féle borral érkeztek a kétnapos rendezvényre. 46 féle borunk van, 46 féléből, vagy egy félédesből, vagy egy édesből, vagy egy száradból, vagy egy rozéból, vagy vörösből meg fogja találni a borát, tehát próbálkozni kell. A hagyományoknak megfelelően a születi napok alkalmával Tamásiban futóversenyt is szerveznek. Idén egy 1300 méteres pályán kellett teljesíteniük a távokat az indulóknak. Az elmúlt 10 év legdrágább vihar szezonja volt az idei, ez derült ki a Magyar Biztosítók Szövetségének közleményéből.
A biztosítók május 1-e és augusztus 31-e között több mint 9,1 milliárd forintot fizettek ki, vagy különítettek el kárrendezésre, csaknem 95 ezer a lakásbiztosítási szerződések alapján érkezett bejelentésre. Tavaly mintegy 6,6 milliárd, egy évvel korábban pedig 4,1 milliárd forintot fizettek ki a biztosítók a lakossági viharkárokra. A szervezet jelezte azt is, hogy ennél jóval több kárt okozhatott a viharszezon a lakosságnak, mert nagyjából minden negyedik ingatlannak nincs biztosítása, és a lakásbiztosítási szerződéssel nem rendelkező károsultak veszteségei nincsenek benne a kárkifizetési statisztikákba. Lecsó különlegességeket készítettek Tolnán a helyi vándorló szépkorúak. A városban a rendezvényeikről ismert közösség tagjai második alkalommal tartottak Lecsó Fesztivált. Közülük sokan most találkozhattak először ismét a járvány tavalyi kitörése óta. Második alkalommal rendezte a Tolnai Vándorló Szépkorúak baráti köre a Lecsó Fesztivált. Közel 70-en vettek részt a közös főzésen, ahol 5 bográcsban készültek az ételek. A lecsókat egy 3-tagú zsűri díjazta. Mindenki megmondta, mit szeretne. Mindenki megkapja az alapanyagot, a paprikát, hagymát, a paradicsomot, és azon kívül, amit szerettek volna. És azokat beszereztük, és most reggel szét lett osztva, és mindenki tüsténkedik, főzik a finom lecsót. Közösen megvásárolt alapanyagokból készítették az ételeket, de az már egyéni döntés volt, hogy ki milyen plusz hozzávalóval gazdagítja a saját remek művét. Került a bográcsokba mangalica szalonna, kolbász, de zöld bab is. Nem csak az alapanyagokban volt különbség, hanem az elkészítési módban is. Szalonnát kiolvasztottuk a zsírjából, kiszedtük, azt majd csak a legvégén fogjuk visszatenni, hogy megmaradjon ropogós állapotban, és akkor azon a zsíron a hagymát megpirítottuk, és rá a paradicsom, rá a paprika, és valami sütjük. Extra összetevő? Összetevő nincsen, annyi, hogy nem főzzük, hanem sütjük. A találkozóra több településről is jöttek résztvevők és baráti társaságok. Megköszöntötték a születés- és névnaposokat, volt totok vízkérdésekkel, kötetlen beszélgetés, és persze muzsika is járt a finom falatok mellé. Regionális híreink következnek. Kötelező a maszk a Pécsi Egyetem előadásain hétfőtől, a tantermen kívül pedig erősen ajánlott a rektor szerint. Megmutatták portékáikat a települések, közfoglalkoztatási vásárt tartottak Lengyel-Tótiban. Közösségépítés Toponáron, falunapot tartottak a Somogy megyei kis településen. Maszkviselési szabályok léptek életbe hétfőtől a Pécsi Tudományegyetemen. Jelenleg nem mindenhol kötelező a védőeszköz viselése, de az intézmény rektora szerint erősen ajánlott. Miseta Attila bízik abban, hogy nem kell áttérni az online oktatásra sem ősszel, sem tavasszal. A megkérdezett hallgatók is szeretnék megtartani a jelenléti oktatást, ezért elfogadják a szigorúbb szabályokat. Maszkban ülnek a diákok ezen a szemináriumi előadáson a Pécsi Tudományegyetemen hétfőn. Ez már az egyetem ifjúságúti aulája. Itt a legtöbben nem viselnek maszkot, úgy mint ez a két önkéntes hallgató, akik a Tanítsunk Magyarországért programhoz keresnek mentorokat éppen. Én úgy tudom, hogy előadásokon kötelező, viszont a közösségi terekben folyosókon csak ajánlott és nem kötelező. Hát nem örülök neki, de annak igen, hogy itt lehetünk személyesen, úgyhogy ha ez az ára, akkor bevállaljuk. Én is csak azt tudom, hogy előadásokon, szemináriumokon kötelező a maszk használat, a közösségi tereken, folyosókon pedig erősen ajánlott. Én személy szerint annyira nem örülök neki, mert szerintem egészségtelen reggeltől estig itt bent a maszkban ülni, viszont hogyha ez kell ahhoz, hogy ne online oktatás legyen, akkor kibírjuk. A nyájimmunitás elérése lenne a cél, és amíg ezt még nem értük el, addig szerintem kötelezőnek kéne lenni a maszkviselésnek. Én személy szerint beoltottam magamat, de húra közben még akkor is viselom a maszkot. Ezt mondták a hétfőn életbe lépett maszkviselési szabályozásról az egyetemisták. Az egyetem rektora azt mondja, mindenhol erősen ajánlott a maszkviselés. Mindenhol erősen ajánlott, de ahol kötelező, azok a nagy zárt terek, ahol például több száz hallgató számára tartanak előadást, illetve olyan szeminárium és gyakorlati helyisége, ahol a távolságtartást nem biztosítható. Tehát a valóság az, hogy mindenütt ajánlott, egyébként mindenkinek ajánlom, hiszen nem csak a Covid van még közöttünk, hanem a felső légúti
egyéb kórokozók által okozott megbetegedések is szaporodnak ebben az időszakban. Misete Attila azt mondja, hetente akár többször is tanácskozik az egyetem operatív vezetése. A rektor azt ajánlja mindenkinek, hogy oltassa be magát, hiszen így a delta variáns lefolyása is enyhébb lehet. Ha nő a fertőzöttek száma, akkor szigorítanak a mostani szabályozáson. De a rektor abban bízik, hogy a mostani fél évet és a következőt is jelenléti oktatással tudják végigvinni. Tolna megyéből is sokan érkeztek Baranyába az 5. Kisbudméri lovas találkozóra. Először terepen kellett 20 kilométert lovagolniuk a résztvevőknek, majd az akadálypálya 5 feladatát teljesítették a 3-4 fős csapatok. A versenyen a ló és lovasa ügyességét egyaránt próbára tevő feladatokban nem volt hiány. Az egyik csapat éppen a terepversenyről érkezik, mint mondják, nehéz feladatokat kellett megoldaniuk a 20 kilométer alatt, és várt még rájuk az akadálypálya is, elméleti és gyakorlati feladatokkal, köztük zenefelismeréssel és vizesárokkal. Voltak ilyen kérdések, amiket kellett válaszolni, meg hát volt olyan, hogy át kellett menni egy folyosón, amin zsákok voltak lerakva. Az idei versenyre rekordszámú 52 lovas nevezett, akik főképp Baranya és Tolna megyéből érkeztek. Nagyon szimpatikus elméleti és gyakorlati feladatokat kell végrehajtanunk, ami a ló genetikájával kapcsolatos, lovagláshoz kapcsolódó elméleti kérdések, és leginkább ügyességi feladatok, ami egyrészt a lovas ügyességét teszi próbára, másrészt a lónak a bátorságát, idomítottságát és a feladatokhoz való hozzáállását. A Kisbudméri lovas találkozót és lovas akadályversenyt 5 évvel ezelőtt rendezték meg először, azóta megduplázódott a résztvevők száma. Pénteken szoktak érkezni lovasok, aki lelovagol, illetve lószállítóval lejön, ők itt alszanak, vacsoráznak, másnap reggel ugye egy menetlevelet kapnak, kimennek egy 20 kilométeres terepre, ahol 4-5 állomást felállítunk, különféle feladatokkal van ügyességi, illetve elméleti feladat is, és utána bejönnek ide a pályára, és akkor itt van 5 feladat, különféle vicces, ügyességi, lópróbáló, emberpróbáló feladatok. A versenyen a ló és lovasa ügyességét egyaránt próbára tevő feladatokban nem volt hiány. Továbbra is népszerű Somogyban a közfoglalkoztatotti program. A résztvevő települések a helyi sajátosságokat kihasználva találták meg a hozzájuk legközelebb álló gazdálkodási formát. Sok helyen konyhakerti növényekkel és abból készült portékákkal, máshol kosárfonással és varrással foglalkoznak. Szombaton az érdeklődők mindezeket megnézhették, és meg is vásárolhatták a 2. közfoglalkoztatotti kiállításon és vásáron Lengyel Tótiban. Tejtermékek, konyhakerti növények, gyümölcsök és az azokból készült savanyúságok, lekvárok is várták az érdeklődőket a Somogy megyei közfoglalkoztatási vásáron. 19 olyan somogyi település mutatkozott be, ahol közfoglalkoztatottak állítanak elő valamilyen terméket. Valamelyiket vonott vesszőből csináljuk. Kelevízen például évek óta nagy sikerrel készítenek használati tárgyakat vesszőből. A dolgozók közül többen már a kezdetektől a programban dolgoznak és büszkék a termékeikre. Ezt nem lehet nem szeretni, mert amikor elkészül, mire az ember látja, hogy mi lesz belőle, addigra csodálatos terméket hoz elő. Andocson 3 hektáron gazdálkodnak a közfoglalkoztatottak, mindenféle konyhakerti növényt termesztenek. A termények jó része az iskola konyhájára kerül, amelyet így a gyerekek is szívesebben fogyasztanak. Nincsen benne vegyszer, és azért a gyermekek étkeztetésénél nem mindegy, hogy vegyszeres termékeket használunk fel, vagy saját termesztésű vegyszermentes termékeket. A közfoglalkoztatási programok lényege, hogy minden település a saját maga adottságait kihasználva állíthasson elő terméket. A dél-somogyiak burgonyát termesztenek, máshogy inkább kézműves termékeket állítanak, mi lengyeltótiak műkövet gyártunk, ezzel országban is úgy ritkaságértékkel bírunk.
Somogy megyében most mintegy 2600 közfoglalkoztatott dolgozik, jóval kevesebb, mint korábban. Sokan ugyanis el tudtak helyezkedni a versenyszférában. Fontos megmutatnunk azt, hogy ezek a programokban dolgozók igenis hasznos munkát tudnak végezni, és hasznos a számukra is, az önkormányzatok számára is. Ma Somogy megyében a július adatok szerint 2624 közfoglalkoztatott dolgozik. Ez összehasonlítva a 2010 előtti adatokhoz nagyon jó számnak minősül, hiszen a csúcson több mint 12 ezer közfoglalkoztatott volt. Most az ő nagy részük egy képzéssel és a gazdaság fölpörgetésével sikerült az elsődleges munkaerőpiacon nekik állást kapniuk és munkahelyet kapniuk. A második Somogy megyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron a legszebb és legjobb standokat külön díjakkal is jutalmazták. A közösségépítés és kikapcsolódás jegyében szerveztek falunapot szombaton a ma már Kaposvárhoz tartozó Toponáron. A rendezvény színpadán egymást váltották a helyi együttesek, a főzőversenyen pedig 8 csapat készítette a finomságokat. A kezünket, míg a legkisebbek a színpadon szerepeltek, addig a felnőttek a bográcsok körül serénykedtek. Idén 8 csapat nevezett a toponári főzőversenyre. Sertéspörkölt, gombával, zöld borsóval. Ez a pörköltünk, ezt reméljük, hogy nyerünk is vele, már mindent beleadtunk. A főzőversenyen munkahelyi közösségek is részt vettek. Csapatépítő tréningnek is megfelel akár, tehát az összes... Az összes kollégát sikerült ide, ilyen közvetlen kollégákat meghívni. Nagyon jó a program, nagyon jó a rendezvény, tényleg nagyon jól érezzük magunkat. A falunapot tavaly a koronavírus járvány miatt nem tudták megrendezni, így idén még több résztvevője volt a programnak. Mindenki nagyon várta, hogy végre szabadon, egymás szemébe nézve érezzük jól magunkat, aki tud táncolni, az táncoljon, aki főzni tud, az főzzön, aki csak ebben részt akar venni, mert szüksége van a közösségre, az meg eljön. A férfi ember ül, esik, az asszony meg dolgozik. A rendezvényre Kaposvár polgármestere Szita Károly is ellátogatott. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Ösztöndíjprogram Szekszárdon, két lehetőség is vár a fiatalokra. Akár végzetes is lehet, a mutgáz veszélyeire hívták fel a figyelmet Várdomban. Szüreti Fesztivál Tamásiban őszi díszbe öltöztették a várost. Szerdán is marad a nyárias meleg idő, a plusz 30 fok körüli maximum hőmérséklet. Időről időre mérsékelt felhősödések zavarhatják a napsütést, de összességében nyugodt, napos idő lesz jellemző. Jelentős csapadéknak nincs számottevő esélye, de futó, jelentéktelen zápor sem igazán valószínű. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!